Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig a Hírmix, az Ultrahang hírösszefoglaló műsora. 2022. augusztus 23-a kedvan, és ahogy ígértem, ma már három videóval jelentkezünk. Reggel Georg Spötle biztonságpolitikai szakértővel indítottuk el az új sorozatunkat, a Frontembert. Georg Spötle várható a hetente kétszer fog majd hallgatói kérdésekre is válaszolni, illetve elemzi is a legfrissebb híreket. Így történt ez ma is. Délután Demko Attilával, az MCC geopolitikai műhelyének igazgatójával beszélgettünk, most pedig jön a hírösszefoglalónk. Arra kérünk mindenkit, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, ha még nem tették, és fontos, hogyha a csengő gombon beállítják azt, hogy minden videónkról kérnek értesítést, akkor elvileg fognak is kapni, és akkor folyamatosan megkapják az értesítéseket, akkor is, ha nem csak kettő, hanem napi három videó jelentkezik itt az Ultrahang csatornáján. Jöjjenek akkor az orosz-ukrán háborúnak a legfontosabb hírei. Mindenek előtt Vlagyimir Putyin megszólalt a Dugin lánya elleni bombamerényletről. Az orosz elnök a Kreml honlapján közzétett üzenetben fejezte ki részvétét a bombamerényletben meghalt Darja Dugina szüleinek. A Putyinhoz is köthető orosz filozófus Alekszandr Dugin lánya ugye szombat este halt meg egy bombamerényletben. Az oroszok szerint az ukrán biztonsági szolgálat egyik ügynöke hajtotta végre a merényletet, aki közvetlenül az akció végrehajtása után Észtországba menekült. Az ügy hátteréről egyébként részletesen beszélgettünk Georg Spötle biztonságpolitikai szakértővel, többek között arról, hogy volt-e köze a merénylőnek az Azov ezredhez, hogy az ukránok ezt mennyire tudták, az ukrán állam mennyire tudott a merényletről, illetve hogy milyen hatása lesz ennek a támadásnak. Putyin a közleményében többek között azt írta, hogy aljas és kegyetlen bűncselekmény vetett véget Dugina életének, aki egy tehetséges, ragyogó elme volt igazi orosz szívvel, Darja Dugina emlékét rokonai és barátai örökre megőrzik, írta Putyin, aki erőt és bátorságot kívánt a gyászoló családnak. Közben maga Dugin is közleményt juttatott el a közösségi oldalakra egy ismerősén keresztül. Ebben a filozófus nyíltan az ukrán náci rezsimet vádolta meg a gyilkossággal. Dugin azt írta, nem csak bosszút akar állni lánya haláláért, mert az önmagában nem lenne elég, nem lenne oroszos, hanem győzni akar. A család közlése szerint Darja Dugina búcsúztatását kedden tartják meg Moszkvában. Aztán, hogy egyébként mennyire kötődik Alekszandr Dugin a putyini rezsimhez, azzal kapcsolatban is sok vita van. A 24.hu közölt egy cikket azzal a címmel, hogy sosem volt Putyin Rasputyinja, a felrobbantott Darja Dugina apja. Szegő Iván Miklós, a cikk szerzője, többek között azt írja, hogy Alekszandr Dugint tévesen hiszik Putyin agyának és főideológusának, ugyanakkor számos magyar politikus kerülhetett kapcsolatba a mozgalmával. A 24.hu-nak név nélkül nyilatkozott egyébként egy Oroszország szakértő, aki azt állítja, hogy túlzás azt mondani, hogy ő Putyinnak az ideológusa lenne, mert hogy szerinte soha nem is találkozott valójában Putyinnal Alekszandr Dugin. Az Index pedig arról számol be, hogy becsapva érzik magukat az Ukrajnából visszatérő orosz önkéntesek. Havi 205.000 rubelt, azaz 3.365 dollárt fizettek az ukrajnai háborúban önkéntesként szolgáló oroszoknak. Nem fizették ki a harctéri fizetésünket, ami napi 8.000 rubel, azaz 130 dollár. Nem fizettek semmilyen prémiumot sem, mesélte egy középkorú tatárföldi férfi, aki elnevén Alekszandr, aki két hónapig szolgált önkéntesként. Semmit sem jelentettünk nekik, nulla szégyenletes volt, tette hozzá. A férfi egyike volt azoknak az önkénteseknek, akik nevük megváltoztatása mellett beleegyeztek abban, hogy megosszák az élményeiket a Szabad Európával. Az önkéntesek elbeszélései szerint a szolgálati idejük letelte után elvitték őket Ukrajnából, Oroszország nyugati Rosztov régiójába, az autóbusz megállt egy mezőn, a velük utazó tiszt kiosztotta a műanyag zacskókba csomagolt személyes tárgyaikat, az irataikat, a telefonjaikat, majd magukra hagyták őket, és az autóbusz visszatért Ukrajnába. Mások arról számoltak be, hogy egyáltalán nem kapták meg a korábban megígért fizetséget. Néhány srácnak egyáltalán nem volt semmi a számláján. Később megtudtuk, hogy a bank elvesztette az ászlóaljunk több tucat emberének adatait. Nekem néhány ezer rubel volt a számlámon. Mindannyian felvettük, amit csak tudtunk, és szétosztottuk magunk között, hogy a fiúk hazajussanak. Így viselkedtünk egymással, nyilatkozta egyikük. A Szabad
Európa által megszólaltatott férfiak mind a Bársz zászlóaljak tagjai voltak, ez az orosz hadsereg tartalékosainak a rövidítése. Ezen kívül a férfiak azzal sem voltak tisztában, hogy a szerződést a Védelmi Minisztériummal vagy más szervezetekkel írták-e alá. Amikor aláírtuk a dokumentumokat, a nyomtatvány tetején lévő, a szerződő felekre vonatkozó információkat üresen hagyták, hogy később azt írhassanak bele, amit akarnak, emlékezett vissza Boris, egy másik leszerelt önkéntes. Ez az orosz tapasztalat, de egyébként ukrán oldalról is lehet hallani, hogy komoly ellátási problémák vannak. Volt ugye olyan kanadai mesterlövész, aki nagyon csalódottan tért vissza Ukrajnából. Úgy tűnik, hogy a harctér mindkét oldalán vannak komoly problémák. Nyilván a háborúnak is megvan az a fajta dinamikája, hogy a kezdeti lelkesedést azért nagyon hamar felválthatják a hétköznapok. Azt nem mondom, hogy szürke hétköznapok, hiszen azért itt az életükért küzdenek az emberek, de hogy a kezdeti katarzis után jön a monotonitás, az életben maradásért való küzdelem, és hogyha még egyik vagy másik oldalon akár élelmiszerhiány van, akár fizetéshiány, az komolyan megnehezíti a dolgokat. Megszólalt Mihajlo Podolyák, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója, aki azt mondta, hogy egyre csak növekedni fog a Krím-félszigeten elkövetett ismeretlen eredetű támadások száma az oroszok által megszállt területen. A Union beszámolója szerint a tisztviselő megjegyezte, a mostani egy nagy intenzitású háború, ami nem csak egy irányban zajlik. Podolyák szerint az orosz erők korábban úgy gondolták, hogy következmények nélkül tehetik Ukrajnában mindazt, amit tesznek. És Alexej Danilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára pedig a 24-es csatornának úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna egész területe fel fog szabadulni a megszállók alól, és Oroszországra azonban más sors vár, a jövőben összeomlik. A titkár szerint az ukránok ellentámadására a Krím-félszigeten Vlagyimir Putyin orosz elnök még a legrosszabb rémálmaiban sem gondolt volna. Elmondása szerint az oroszok eddig azt hihették, hogy biztonságban vannak, azonban nem csak ezt kell lenyelniük, hanem a következő 5-7 évben rájuk váró dolgokat is. Oroszország összeomlását a saját szemünkkel fogjuk látni, fogalmazott Alexej Danilov, majd hozzátette, hogy a jelenlegi formájában már nem fog működni. Én ezen nyilatkozatok alapján egyébként úgy érzem, hogy ismét sokkal messzebb kerültünk a békétől, és pont pár nappal ezelőtt itt az Ultrahangon is idéztem egy orosz forrást, egy katonai vezetőt, aki azt mondta, hogy április környékén már egész közel jártak a megállapodáshoz az oroszok és az ukrán, de akkor a NATO, illetve Amerika nyomására döntöttek úgy az ukránok, hogy nem kérnek mégsem a tárgyalásokból, ha szándékosan nem azt mondom, hogy a békéből, hanem a tárgyalásokból, és most akár a moszkvai merényletre gondolunk, akár a Krím elleni támadásokra ukrán részről, én egy kicsit úgy érzem, hogy ezek, és erről beszélgettünk most több szakértővel is a napokban, hogy ezek a támadások azért inkább szólnak a médiának, a közvélemény megerősítése érdekében, mert a háborúnak a előre menetele szempontjából nincs túl nagy jelentősége. Ugye Demko Attilával és Tír Gáborral is itt a napokban azt elemezgettük, hogy bár az oroszok nagyon lassan haladnak, kilométerről kilométerre, még a felőrlő háborúhoz képest is lassabban haladnak, de haladnak. És amit el akarnak foglalni ezzel a módszerrel, azt elfoglalják. Na most a Donbass az nagy részt már orosz uralom alá került, ez folytatódik. Ezzel párhuzamosan vannak tényleg látványos ukrán harci sikerek, például ugye fegyverraktáraknak az elpusztítása, repülőknek, harci járműveknek az elpusztítása, vagy akár a Wagner csoport bázisának az elpusztítása, vagy most például Alexander Dugin lányának a felrobbantása, amit egyébként nyilván az ukrán állam nem is vállal magára, de hogy ezek a Donbass-i hadművelet szempontjából nem bírnak nagy jelentősége. Fontosak, illetve az oroszoknak a figyelmét pedig megoszthatják, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy az oroszoknak így több frontos háborút kell nyitniuk, ha belesétálnak ebbe az úgymond csapdába. Látjuk azt, hogy a Krím az most az ukránoknak nagyon fontos, egy kicsit szimbólumnak is tartják. Ugye Volodymyr Zelenszky mondta azt, hogy a Krím félszigeten kezdődött, itt is fog véget érni a háború, és az ukrán elnök megígérte,
érte, hogy szabadságot hoz Ukrajnának és a Krím-félszigeten élő polgároknak, valamint hogy Ukrajna minden megszállt részén ott lobog majd az ukrán zászló, ahol annak lennie kell. Az ukrán elnök a Krímről szóló nemzetközi konferencia megnyitóján tartott beszédében kijelentette, hogy Kijev visszaállítja Ukrajna uralmát az Oroszország által elcsatolt térség felett. Zelenszky arról is beszélt, hogy a Krím-félsziget felszabadítása a világtörvény és a rend újraélesztését hozza magával. Ahogy mondta, a Krím-félszigeten kezdődött, itt is fog véget érni a háború. És ma pont Demko Attilával beszélgettünk arról, hogy mi van akkor, hogyha az ukránok azért is hajtanak végre ilyen támadásokat a Krímen, mert ezzel szeretnék elérni, hogy Oroszország valami még durvább válaszcsapásra szánja el magát, aminek köszönhetően ők meg elmehetnek a nyugattól akár fegyvereket kérni. Demko Attila a gondolatmenetben egy kicsit messzebb ment, azt mondta, hogy a fegyvereken és a támogatáson túl akár mi van, ha először Lengyelország vagy a NATO is úgy dönt, hogy beavatkozik ebbe a háborúba. Nyilván ez egyelőre feltételezés, ugyanakkor azt is hangsúlyozta Demko Attila, és abszolút egyetértek vele, hogy ebben a háborúban már a háború kitörése sem volt logikus. És nagyon sok a meglepetés, és nagyon sok a bizonytalanság, ezért is érdemes odafigyelnünk a következő időszakra. És a háborúnak az egyik következménye az energiaválság, ami részben összefügg a háborúban, részben nyilván más tényezők is vannak. A következő 5-10 tél nehéz lesz Európában, figyelmeztetett a belga miniszterelnök. Kijelentését azzal indokolta, hogy a régióban az energiaárak ismét rekordot döntenek, emiatt sok szektor nehéz helyzetbe kerül. A további orosz korlátozások kockázata miatt az európai földgáz nyári átlagára 15-szörösére emelkedett, és a villamos energiaára és megugrott, idézte a belga kormányfő nyilatkozatát a Bloomberg. A belga miniszterelnök úgy véli, hogy az ukrán-orosz háború folyamatos következményei miatt az európai szolidaritás összeomolhat, ami aláaknázhatja az energiapiacot, és ez akadályozhatja a 2050-re kitűzött klímasemlegesség elérését. A gázára 21%-kal nőtt, míg a német áram először haladta meg a 700 euró per megawattórát. A helyzetet nehezíti, hogy az északi áramlat gázvezeték karbantartás miatt augusztus 31-től 3 napra leáll, és ha ezután az ellátás nem a tervezett módon indul újra, az újabb áremelkedéshez fog vezetni a piacon. A belga kormányfő ugyanakkor kiemelte, hogy Belgium el tudja viselni a válságot, ha támogatjuk egymást ezekben a nehéz időkben. És itt szeretnék két interjút a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani. Az egyik Szanyi Tiborral készült, aki tudom, hogy alapvetően egy baloldali politikus, viszont nagyon érdekes dolgokat mondott a Hit Rádióban, készítettem vele ezt az interjút, arról, hogy hogyan alakulnak ki az energiaárak, hogy hogyan alakul ki a világpiaci ár, az úgymond világpiaci ár, és azért ebben a kérdésben Szanyi Tibor tényleg nagyon fontos dolgokat mondott. Én javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg, még hogyha tudom, hogy sokaknak a politikai ízlése az nem is egyezik Szanyi Tiboréval, de ebben a kérdésben szerintem tényleg elég jó dolgokat mondott, úgyhogy érdemes meghallgatni. Illetve a vendégem volt Gyurica László, aki jelenleg Kerepes polgármestere, de amúgy pedig hosszú éveken át túlélés technikával foglalkozott. A hallgatóink javasolták, hogy őt szólaltassuk meg. Ez az interjú majd a következő napokban lesz hallható a Hit Rádióban is, illetve az Ultrahang csatornáján is. Őt pedig pont arról kérdeztem, hogy hogyan lehet túlélni ezt az időszakot, milyen biztonsági intézkedéseket érdemes a saját otthonainkban bevezetni, illetve egyáltalán hogyan álljunk hozzá a háborús időszakhoz és különböző válságidőszakokhoz. Ezek voltak az orosz-ukrán háború hírei, és most jöjjenek újabb nemzetközi hírek. A szerb elnök azt mondta, hogy a NATO végezze a dolgát, különben Szerbia védi meg a koszovói szerbeket. Alekszandar Vučić szerb elnök egy rendkívüli sajtótájékoztatón mondta, hogy a koszovói szerb kisebbség felfüggeszti a munkáját mindaddig, amíg nem születik kompromisszumos megoldás Szerbia és Koszovó között, és a koszovói albánok nem hagynak fel a szerbek üldözésével. A Koszovó és Szerbia közötti kapcsolat július végén vált ismét feszülté, amikor Pristina úgy döntött, hogy a szerbek számára kilépő és belépő dokumentumokat állítanak ki a koszovói határon, valamint a szerb rendszámtáblákkal rendelkezőknek a Koszovóba történő belépéskor ideiglenes koszovói táblát kell igényelniük. A koszovói miniszterelnök augusztus 1-től akarta bevezetni az intézkedést, az Egyesült Államok közbejárására azonban szeptember 1-ére halasztott
megtiltotta a szabályozás bevezetését. A hír hallatán a koszovói szerbek úttorlaszokat állítottak fel a határállomások közelében, később azonban eltávolították őket. Csütörtökön egy év kihagyás után a két fél ismét tárgyalóasztalhoz ült, hogy a kapcsolat normalizálásáról tárgyaljanak, ám nem sikerült megegyezésre jutniuk. Amennyiben nem áll le a koszovói szerbek üldözése, a szerb politikusok elhagyják a koszovói intézményeket, közölte Alekszandr Vučić. Mint mondta, a szerbek kompromisszumos megoldásra törekednek, de a koszovói fél eddig nem mutatott erre hajlandóságot. Venezuela és Irán lehetne az orosz olaj kiváltásához vezető út, de vajon kap-e az EU tőlük olajat? Ezt a kérdést teszi fel a 888.hu. Irán esetében azt látjuk, hogy a nyugatra irányuló iráni olaj- és gázexport növelése nagy mértékben függ az előzetes nukleáris megállapodástól, de amint az a Goldman Sachs nemrégiben felvetette, egy ilyen megállapodás nem valószínű, hogy egyhamar létrejön, mivel a javaslatokra vonatkozó határ időket nem tartották be. Ráadásul az izraeli kormány felszólította a delegációkat, hogy hagyják ott a tárgyalóasztalt. Venezuela esetében két év amerikai szankciós időszak után újraindította az Európába irányuló szállítmányokat egy olyan megállapodás keretében, amely lehetővé teszi, hogy az olajat adósságelengedés fejében eladják. Az ország kormánya azonban most felfüggesztette ezeket a szállítmányokat, mondván, hogy már nem érdekli az olajért adósságot fizető üzlet, és ehelyett finomított üzemanyagokat kér olasz és spanyol termelőktől a nyersolajért cserébe. Ez lábon lövésnek tűnhet, de Venezuela saját finomítója, beruházások és a javítások hiánya miatt nehéz helyzetben vannak. A finomított üzemanyagok segítenék őket abban, hogy energetikai és ipari szempontból talpra álljanak. Az Európai Unió azt állítja, hogy jelenleg nem tervezi az olajért cserébe történő olajadósság megállapodás korlátozásainak feloldását, ami azt jelenti, hogy Európa most egy újabb energiaforrást veszített el. A Venezuelával szembeni szankciók és a csökkenő beruházások megfojtották a venezuelai olajipart, amelynek teljes termelése idén júliusban 38%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Lemond az Egyesült Államok egészségügyi főtanácsadója. Anthony Fauci, az Egyesült Államok vezető fertőző betegségekkel foglalkozó szakértője, aki két elnöki cikluson keresztül vezette a szövetségi kormány COVID-19 világjárványra adott válaszlépéseit, az év végén lemond a posztjáról. Anthony Fauci, az Amerikai Nemzeti Allergia és Fertőző Betegség Kutató Intézet vezetője, Donald Trump, majd Joe Biden egészségügyi főtanácsadója, aki az amerikai koronavírus világjárvány elleni küzdelem arca lett, 2022. decemberében lemond tisztségéről. Fauci korábban arról beszélt, hogy 2025. januárjában távozna a pozícióból. A 81 éves Fauci hétfőn közleményben tudatta, hogy decemberben távozik kormányzati posztjáról, hogy karrierje következő fejezetét folytathassa. A politikó szerint hozzátette, életre szóló megtiszteltetés volt az intézet vezetése, egy rendkívüli intézményt vezetett annyi éven át és annyi tudományos és közegészségügyi kihíváson keresztül, és azt is hozzátette, hogy nagyon büszke számos eredményükre. Aztán a Daily Wire azt írja, hogy végig hazudott Fauci a fertőző betegségek cárja. A Nemzeti Allergia és Fertőző Betegségek Intézetének igazgatója elmondta, hogy az elmúlt 38 év alatt, amelyet az ügynökség igazgatójaként töltött, Ronald Reagan elnökkel kezdve 7 amerikai elnöknek adott tanácsot az újonnan megjelenő és újra megjelenő fertőző betegségekkel kapcsolatos fenyegetésekről, többek között a HIV, AIDS, a nyugat-nílusi vírus, a lépfenetámadások, az influenza világjárvány, a különböző madárinfluenza veszélyek, az ebola és a zika, és természetesen a legutóbb a koronavírus járványról is. Michael Knowles, a Daily Wire műsorvezetője azonban, aki köztudottan Fauci nyílt kritikusa, egy korábbi műsorában rámutatott, hogy a 40 év alatt, amit a fertőző betegségek cárja a hivatalában töltött, miközben amerikai elnököknek adott tanácsokat, minden más szövetségi alkalmazott közül a legtöbb pénzt tette zsebre, az előélete pedig az abszolút kudarcról szól. Csalás, szándékos hazugságok, inkompetencia, elrontott dolgok egészen az ÉC-ig visszamenőleg, egészen a 90-es évekig, különösen közvetlenül a terrorizmus elleni háború után jellemzi Fauci életét szerint, a műsorvezető szerint, és a műsorvezető azt is megjegyezte, hogy Fauci egy csomó pénzt elszúrt a lépfene elleni küzdelemben, és nem sikerült vakcinát
előállítania a bakteriális betegségek ellen sem. Egy másik sajtóorgánum beszámolója szerint Fauci és az ő intézete mintegy 1,8 milliárd dollárt ölt a bioterrorista támadások elleni védekezésre a korai években, amelyből 117 millió dollárt egy olyan vakcina finanszírozására vonta ki, amely soha nem jött létre. A Daily Wire műsorvezetője egyébként mindemellett egy tonnányi afrikai félre sikerült kísérlet miatt is kritizálta Faucit. Vannak mások is, akik kritikákat fogalmaznak meg, például Robert F. Kennedy, akinek van egy olyan könyve, hogy az igazi Anthony Fauci, Bill Gates nagy egészségügyi cégek és a globális háború a demokrácia és a közegészségügy ellen, jó hosszú a könyv címe, és ebben egyébként Robert F. Kennedy azt állítja, hogy Amerika járványügyi orvosa az afrikai kontinenst a lejárt szavatosságú, veszélyes és hatástalan gyógyszerek lerakóhelyévé tette, és akkor még el sem jutottunk a Covidig, jegyezte meg a műsorában Knowles, a Daily Wire műsorvezetője, hozzátéve, hogy a hazugságok listáját arról, hogy Fauci hol volt a COVID-19 keletkezése, finanszírozása és működésének elnyerése során, ezt a listát még meg sem nyitotta. Botrányba fulladt az olasz választási kampány. A szélsőjobboldali Giorgia Meloni, aki egyébként vezet az olasz miniszterelnöki posztért folyó versenyben, egy olyan videót tett közzé, amelyen egy menekült megerőszakol egy ukrán nőt. A helyi hatóságok közlése szerint az 55 éves nőt vasárnap kora reggel bántalmazta egy guineai menedékkérő. Az esetet videó rögzítette egy az utcára néző lakásában tartózkodó személy, a támadót pedig letartóztatták. A letartóztatást a rendőrség is megerősítette, valamint közölték, hogy a nyomozás lefolytatása alatt a férfit bent tartják, írja a Guardian. A videó egy újság weboldalán jelent meg, a kép ugyan homályos és elmosódott, de a nő segélykiáltásai tisztán kivehetők. Ezt a videót twittelte Giorgia Meloni, akinek az olasz testvérek nevezetű pártja lehet a szeptember 25-i választások győztese. Nem lehet csendben maradni egy ukrán nő elleni szexuális erőszak szörnyű epizódjával szemben, amelyet egy menedékkérő követett el napközben. Egy ölelés ennek a nőnek, mindent megteszek, hogy helyreállítsuk városaink biztonságát, tette hozzá Giorgia Meloni. A megosztott videóra számos kritika érkezett, egy részük Giorgia Meloni politikai ellenfeleitől. Szemérmetlen egy nemi erőszakról készült képet kihasználni, még illetlenebb ezt választási célokra tenni, írta a Twitteren Enrico Letta, a balközép demokrata párt vezetője. Egy másik centrista vezető, Carlo Calenda szerint Meloni tweetje erkölcstelen. Felkínálták a kattintásvadás skukkolásnak, ahelyett, hogy megvédték volna. Ez a választási kampány borzalmas, kommentálta az esetet Igiaba Skego, egy szomáliai származású neves olasz író. Giorgia Meloni szerint a vetélytársai a nemi erőszak segítésével támadják őt, miközben szándékosan nem vesznek tudomást az áldozatról, hogy figyelmen kívül hagyhassák az általa bevándorlási vészhelyzetként emlegetett problémát. Ezrek tiltakoznak Haitin a bizonytalanság és a növekvő költségek miatt. Néhány ezer ember vonult utcára Haiti szerte, Ariel Henry miniszterelnök lemondását követelve és jobb életminőségért küzdve a karibi országban. A tüntetők égő barikádokat állítottak fel a néhány területen, köztük a fővárosban, egyesek szerint a benzin és a gázolaj növekvő hiánya miatt. A családok nem tudják, mit tegyenek, mondta el Lionel Jean-Pierre tüntető, miközben a körülött lévő tömeg azt skandálta, ha Ariel nem megy el, meg fogunk halni. Haitin az elmúlt hónapokban megugrott a bandák által elkövetett erőszak és az emberrablások száma, miközben az ország továbbra is a Moise elnök 2021 júliusi meggyilkolása által súlyosbított széleskörű politikai bizonytalanságtól szenved. A szegénység mélyül Haitin, az infláció elérte a 29%-ot, és egyes alapvető termékek, például a rizsára több mint négyszeres emelkedett. A benzin ráadásul korlátozottan elérhető, és ha van is, 15 dollárba kerül gallononként. Szükségem van a benzinre, hogy dolgozni tudjak, mondta egy 28 éves motoros taxisofőr, miközben felvonult. Családot kell etetnem, iskolát kell fizetnem. A tüntetések napokkal azután kezdődtek, hogy tüntetők tucatjai ülősztrájkot tartottak Henry hivatalos rezidenciája előtt, és a lemondását követelték. Ezek voltak az orosz-ukrán háború és a nemzetközi hírek. Köszönöm ma is a figyelmüket, holnap ismét jelentkezünk, viszonthallásra!